Az irodájában dolgozik a KDNP frissen megválasztott Tolna megyei elnöke, Orbán Attila Tolna megyei önkormányzat alelnöke is egyben. A párt új Tolna megyei elnöke Erdélyben nőtt fel, és ott is élt a családjával egészen 2009-ig. Azóta szimpatizált a kereszténydemokrata néppárttal, hogy Magyarországra költöztek, majd 4 évet csatlakozott a KDNP-hez, és azonnal elkezdte Tolna megyében újra szervezni az 1998-ban nehéz helyzetbe került politikai közösséget. Már körülbelül 19-20 szervezete, alapszervezete volt megyei szinten a KDNP-nek, ez országosan elég jó, és én magam és a szervezőnkkel közösen még 12 szervezetet létrehoztunk, tehát most már 30 fölött áll az alapszervezeteknek a száma. Tolna megyében a KDNP-t korábban a párt alapítói között is helyet foglaló Pálos Miklós vezette. Ő azt mondja, jó szívvel adja át az elnöki posztot Orbán Attilának, mert benne egy olyan fiatal politikus lát, aki mindenben megtestesíti a kereszténydemokrata szemléletet. Új alapszervezeteket hozott létre, sok tagot szervezett be, vannak polgármestereink, úgyhogy örömmel adtam át neki, ismerem személyesen is, az Attila nem csak politikus társ, hanem jó barát is. A KDNP új Tolna megyei elnöke azt mondja, a célja, hogy minél több emberrel ismertesse meg a valódi kereszténydemokrata értékrendet.